Eddig úgy tudtuk, hogy az univerzumunkat az ősrobbanás indította el a folyamatosan táguló karrierjén, de közel se biztos, hogy tényleg ez volt minden kezdete. Legalábbis egyre több tudós ad hangot annak, hogy ezt bizony át kellene gondolnunk. De ha mégse az ősrobbanás volt a mindenség kezdete, akkor micsoda? Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma beszéljünk arról, mi történhetett az ősrobbanás előtt. Honnan származunk mi, na meg minden, ami körülvesz minket. Ha szétnézünk a világűrben, akkor rengeteg bolygót, csillagot és galaxist találunk, a gázfelhőkről és a kozmikus sugárzásról nem is beszélve. Az univerzum tele van anyaggal és energiával, aminek logikusan mind származnia kell valahonnan. De mégis honnan? Az univerzumról ma már tudjuk, hogy folyamatosan tágul, ennek hatására pedig egyre kevésbé sűrű és hűl is. Az 1910-es években Vesto Slipher amerikai csillagász elkezdett tőlünk elég távol levő nebulákat vizsgálni, amire azt hitték igazából galaxisok. A megfigyelései azt mutatták, hogy azok bizony mozognak, méghozzá gyorsabban, mint bármi, ami a mi galaxisunkban található. De ezek nem csak hogy mozogtak, hanem tőlünk egyre távolabbra kerültek. Sőt, a kisebb, halványabb nebulák gyorsabbak is voltak, mint a társaik. Ezen a kutatáson indult el az 1920-as években Edwin Hubble is, aki a nebulákban levő csillagokat vette szemügyre, és azt tapasztalta, hogy a tőlünk messzebbiek gyorsabban távolodnak, mint a közelebbiek. Ez pedig nem jelenthet mást, mint hogy az univerzum folyamatosan tágul. Így, hogy ezt tudjuk, nem nehéz agyban visszafele haladni az időben, mivel ugyanezt a megfigyelt folyamatot kell a visszajára fordítanunk. Pusztán egyre kisebbnek, sűrűbbnek és melegebbnek kell leírni a minket körülvevő világ mindenséget. Abban, hogy ezt ne csak elképzeljük, hanem az állapotokat adott időben pontosan meghatározzuk, a matematikai modellek segítik a kutatókat, amikkel akár a végtelenségig is el lehet számolgatni. Egy végtelenül kicsi, sűrű és forró állapotra, amit a szingularitásnak hívunk. Ebből a szingularitásból tört ki minden az ősrobbanással, legalábbis a több mint 100 éve bevett elmélet szerint. Csak hogy egyre több megfigyelés alapján ez mondjuk úgy kétséges, és az ősrobbanást meg kellett előznie valami másnak. Egy dolgot tisztázzunk, a fő kérdés nem az, hogy az ősrobbanás megtörtént-e, vagy sem. Minden kutatás alátámasztja, hogy bizony megvolt a nagy boom, az viszont már sokkal kérdésesebb, hogy azelőtt közvetlenül tényleg csak egy szingularitás létezette, vagy volt még ott más is. A fő gond az, hogy ha az univerzum tényleg egy szingularitásból jött létre az ősrobbanással, akkor abban pont jó arányban kellett, hogy legyen minden anyag és energia. Ha egy picit is több anyag lett volna, mint energia, akkor az univerzum már rég összeomlott volna az eredeti állapotába. Ugyanakkor fordított esetben a világmindenség sokkal gyorsabban tágult volna, mint ahogy a megfigyelések állítják, ergo hatalmasabb lenne, mint amekkora. A kutatók szépen visszafejtették az univerzum tágulásának jelenlegi mértékét a szingularitásig, és minden számítás eredménye ugyanaz lett. Az univerzumban található összes anyag és energia tökéletes hangsúlyban van a tágulás kezdeti sebességével. Csak éppen azt nem tudják megmondani, hogy ez hogyan lehetséges. Az sincs éppen a szingularitásból kiinduló ősrobbanás oldalán, hogy elvileg, ha két totál ellenkező irányba néznénk a távcsöveinkkel, teljesen más hőmérsékletet kellene megfigyelnünk. Az univerzum középpontja fele, ahol a szingularitás volt, ahonnan az ősrobbanással mindenki tört, sokkal melegebbnek kellene lennie, mint az ezzel ellentétes távoli oldalon, hiszen a tágulással az univerzum hűl. Csak hogy a megfigyelési határainkon belül 99,99%-ban ugyanazt a hőmérsékletet figyelték meg a csillagászok. Persze bármikor bármire rá lehet mondani, hogy pont így jött létre az univerzum és kész, de ez nem lenne túl tudományos, és persze tovább fűtené a választkeresők kíváncsiságát. A választ egy másik elmélet, a kozmikus tágulás adhatja meg. Ez szerint nem csak az ősrobbanást követően indult tágulásnak a mindenség, hanem az már előtte is megfigyelhető volt. A kozmikus tágulás elmélete egyáltalán nem mond ellent az ősrobbanásnak, sőt támogatja is azt. Csak hogy épp azt mondja ki, hogy ha az ősrobbanás előtti állapotot akarod megnézni, ne a szingularitásra gondolj, hanem egy olyan állapotra, amit egy kozmológiai állandó uralt. Ez az időszak elnyújtotta az univerzumot és lapossá tette, közben pedig minden egyes részén ugyanazt az állapotot hozta létre. Mondjuk úgy egységesítette.
Ez meg is magyarázná, hogy most miért figyeljük meg ezt az egységességet mindenhol a világegyetemben. Ugyanis logikusan ahhoz, hogy a tágulás sebessége arányos legyen az univerzumban megfigyelhető anyag mennyiségével és energia nagyságával, kell valami, ami során ez így alakul. A kozmikus tágulás elméletét először a 80-as években vetették fel, azóta pedig egy rakás módszerrel tesztelték a hitelességét a szingularitásból kialakuló ősrobbanással szemben, ezek pedig szinte bebiztosították, hogy ebben több igazságtartalom van. A kozmikus tágulás pont ugyanolyan eredménnyel jár, mint a szingularitásból kialakuló ősrobbanás, így nem mondhatjuk ki, hogy az utóbbi bármilyen szempontból is kizárná az előbbit. Ugyanakkor itt jön az izgalmas rész. A tágulás több olyan kérdést is megválaszol, amit az egyszerű ősrobbanás elméletben a kutatóknak muszáj alapértelmezetnek venni, választ viszont azzal nem tudnak ráadni. A csillagászok persze lefuttatták a teszteket mindkét verzión, egy kozmikus tágulásból kiinduló ősrobbanás és egy szingularitással kezdődő esetén is, és mind a négy tesztben az előbbi mutatott megbízhatóbb eredményeket. Viszont van egy fő különbség. Míg a klasszikus ősrobbanás elmélet elvezet minket egy szingularitásig, a kozmikus tágulás modellje képtelen erre. Mivel ebben exponenciálisan, vagyis egyre gyorsabban tágul az univerzum, ha az időt visszafele tekerjük, ugyan a végtelen sűrűség, végtelenül kicsi méret és végtelenül nagy hőmérséklet felé haladnánk, soha nem érnénk el azt. Minden lépéssel pusztán csak egyre közelebb kerülnénk a végtelenhez. Így a kozmikus tágulásból kiinduló ősrobbanás esetében le kell szögezni egy fontos dolgot. Soha nem jutunk el a tényleges szingularitásig. Ezzel el is értünk a következő problémához, a semmi nem tágulhat valamivé. De akkor mégis mi volt a kezdetben? Szingularitás vagy nem? Nem fogtok szeretni, de igazából még mindig a sötétben tapogatózunk, ezért nem tudok nektek rá válaszolni. Az viszont biztos, hogy a több mint 100 évig alapértelmezetnek gondolt ősrobbanás elméleten finomítani kell az új kutatási eredmények alapján. Már nem azért, mert megcáfoltuk és kiderült, hogy teljesen hibás, mert nem az. Minden, ami az ősrobbanás után történt, sőt maga az ősrobbanás is alá van támasztva a megfigyelések eredményeivel, szimplán az vált ködössé, hogy előtte mi volt az univerzum tényleges helyzete. Nagyon úgy néz ki, hogy az ősrobbanást megelőzte egy tágulási folyamat, amiben a korai univerzum sokszorosára nőtt. Ez egy ponton az elmélet szerint valami miatt megállt, és a világ mindenség felhevült. Ennek volt az eredménye az ősrobbanás, ami az előtte levő állapotot robbantotta szét egy még gyorsabb tágulásra. És hogy mi a legfontosabb eredménye az új megfigyeléseknek? Az, hogy hiába gondoltuk eddig azt, hogy egy szingularitás volt minden eredete, ezek alapján mégse lehetünk ebben annyira biztosak. Ha a korai univerzum tényleg egy exponenciális táguláson ment keresztül az ősrobbanás előtt, akkor mindegy mennyire megyünk vissza az időben, a végtelenül kicsi, forró és sűrű szingularitást soha nem érjük el. Lehetséges, hogy az örökkévalóságig zajlott a tágulás, bár ez nem lenne túl logikus, mivel belefutnánk abba a problémába, hogy a semmiből nem tágulhat valamivé a világegyetem. Megeshet, hogy ezt a tágulást megelőzte egy olyan állapot, ami ugyan borzasztóan kicsi, sűrű és forró, de mégse szingularitás. De akár az is lehet, hogy létezett valaha a szingularitás, annak viszont nem a kozmikus tágulás volt a következő lépése, hanem valami más, amiről fogalmunk sincs, hogy mi lehet. Ha az utolsó verzió az igaz, akkor az eredeti három lépcsős modellből, ami a szingularitásból, az ősrobbanásból és az azóta tartó tágulásból áll, egy legalább öt lépcsőset készítettünk. Ezek időben visszafele haladva az univerzum folyamatos tágulása, az ősrobbanást megelőző kozmikus tágulás, valami, amiről halványlila gőzünk sincs, hogy mi lehet, és végül a szingularitás. Viszont addig, amíg nem történik újabb áttörés a világ mindenség eredetének vizsgálatában, nem tudunk mit tenni, mint hogy apránként finomítjuk a tudásunkat, és elfogadjuk, hogy valójában továbbra se tudjuk megmagyarázni az univerzum keletkezését. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy elsőként értesülhess a legújabb tartalmainkról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.